A számok azt mutatják, hogy a Jobbik már kész a jelöltállításról, megvan a 176 egyéni jelölt, és 15 területi listát vetettek nyilvántartásba eddig. Még nincs bejelentett listájuk a fővárosban, Csongrádban, Fehérben és Nógrádban. Az este következő vendége Szabó Gábor, a Jobbik kampányfőnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A mai nap egyik hír az, hogy lemondott a Jobbik szóvivője, miután több internetes oldalon kompromitáló fotók, videók jelentek meg róla. Én nem találtam nyomát, hogy a párt ezt hivatalosan kommentálta volna. Miért? Sejtettem, hogy a szerkesztő úr ezzel a kérdéssel kezdi a mai beszélgetést. Való igaz, a mai nap Király Andrásról, országos sajtó szóvivőnkről fiatalkori, gyerekkori buliképek kerültek fel az internetre. Ez minket is megdöbbentett és megbotránkoztatott. Különben Király András szóvivőnk saját maga levonta ezzel kapcsolatosan a konzekvenciákat, és benyújtotta az országos elnökség irányába a lemondását. A párt pedig etikai vizsgálatot kezdeményez András ügyével kapcsolatosan, és hát az fontos hangsúlyozni ebben az esetben is, hogy miközben egy következmények nélküli országban élünk, azért a Jobbik nem egy következmények nélküli párt, tehát nálunk mindenfajta kihágásnak vagy erkölcsi eltévejedésnek komoly következményei vannak. Ez például lehet egy, tehát a fegyelmi vizsgálatnak a vége lehet a pártból kizárás, tehát mi lehet a következménye? Milyen? Sok fokozata van. Sok, jó, hát most nem menjünk végig rajta akkor, tehát lesz egy fegyelmi vizsgálat. Igen, ma már elindult ez a vizsgálat. Hát akkor nyilván majd tájékozódunk arról is, hogy mi lesz az eredménye. Tehát valójában a mai beszélgetés célja a kampány, tehát az, hogy holnap lejár egy bizonyos határidő, ezt ugye már kedves nézők szerintem fejből tudják. És én azt mondtam, hogy önöknek megvan a 160 egyéni jelöltjük, 15 területi listát vetettek már nyilvántartásba. Miért várnak a többivel, ha egyszer már tulajdonképpen az összeset nyilvántartásba lehetne vetetni? Mi az oka ennek? Egyrészt nagyon fontos. Mozognak? Nem mozognak, már készen vannak. Egyrészt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom volt meglepetésszerűen az első a pártok közül, amely mind a 176 választókerületben a jelöltjei le tudták adni a kopogtató cédulákat, és hivatalosan nyilvántartásba vették a jelöltjeinket. Jelenleg jól tudja a szerkesztő úr, 15 területi listát fogadtak el a Jobbik részéről, ám nem 15-öt adtunk le, hanem már 18 területi lista ott van a megyei választási bizottság előtt, és a következő nap adjuk le a maradék kettőt, és jövő hét elején pedig az országos listát, amelyen meglepetés jelöltek és személyek is rajta lesznek. Milyen kampányt fog a Jobbik folytatni a következőkben? Ugye március 15-én az ünnepen elhangzott az, hogy a cél a választások megnyerése, más nem lehet. Korábban azért ennél szerényebb célokat fogalmazott meg a Jobbik. Az, hogy a választásokat meg kell vagy meg akarják nyerni, benne lesz a következő kampány 3 hétben? Hát ugyanúgy benne lesz, mint ahogy eddig is benne volt. Amikor elindítottuk a kampányt, akkor mi sem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan fog növekedni a Jobbik Magyarországért mozgalom országos támogatottsága, és azok a visszajelzések, amit láttunk a kopogtató cédula gyűjtés során, hogy sok esetben a jelöltjeinknek nem is kellett házalnia, vagy a tagjainknak házalnia a kopogtató cédulákért, hanem ömlöttek le a leadó helyeinkre, vagy a Jobbik irodákba. Az emberek lábon hozták le a kopogtató cédulák nagy részét. Van olyan kelet-magyarországi választókerület, ahol több mint 9000 kopogtató cédulát adtak le a számunkra. Vagy például, hogyha megnézzük azt, hogy a Jobbiknak a képviselőjelöltjei 4000 lakossági fórumot tartanak a kampány során, és ezeknek a döntő többsége teltházas lakossági fórum, akkor ez minket azzal a reménnyel kecsegtet vagy biztat, hogy a választás nem csak arról fog szólni már, hogy lesz meg a kétharmad, vagy hogy nem lesz meg, hanem hogy kinyeri a választást, a Fidesz vagy a Jobbik. Hogy állnak gyengén? Tehát hol vannak azok a területek, ahol azt mondja a Jobbik, hogy nem hozzák azt, amit szeretnének, már a megnövekedett elvárásaikat nem tudják hozni? Hát hála Istennek, illetve a választóknak sehol sem állunk gyengén, inkább olyan területek vannak, ahol még nem vagyunk kellően erősek. Az, hogy miért a választási győzelem a cél, azért kérdeztem, mert alapvetően ugye itt most az MSZP-t és a Jobbikot emlegetik fej-fej mellett, a másik két pártot emlegetnek fej-fej mellett, és a Fidesz úgy könyvelte el az egész magyar társadalom, hogy megnyeri a választásokat. Itt az arányokon lehet valóban szó. Az önök belső felmérései egyáltalán vannak ilyenek, mit mutatnak? Ugye a legutóbbi, a legkisebb az, hogy a Jobbik behozta az MSZP-t bizonyos korosztályokban, bizonyos területeken meg is előzte. Igen, hát nem csak bizonyos korosztályokban, hanem a Nézőpont Intézetnek egy nappal vagy két nappal ezelőtti felmérésében már országos szinten is megerőzte a Jobbik 1%-kal az MSZP-t. És az igaz... Önök a Nézőpont Intézet adatait azt
hitelesnek nem veszik, mert büszkék vagyunk rá, mert először hangzott el ez a magyar tömegtájékoztatásban, hogy országos szinten megelőztük az MSZP-t. De most csak amúgy a biztos pártválasztókról beszélünk. Igen, de amúgy nem hiszünk a közvéleménykutatóknak, mert a mi történetünk, vagy a mi példánk is azt mutatja, hogy minket az európai parlamenti választás előtt a közvéleménykutatók rendre 2-3-4%-ra mértek, aztán lett belőle 15%-os meglepetésszerű eredmény. Itt is hasonlóra számítunk, amúgy a Jobbiknak nincs pénze arra, hogy közvéleménykutatásokat rendeljen meg, vagy fizessen meg. Tehát mi csak a saját tapasztalatainkra hagyatkozhatunk arra, hogy a Jobbikos lakossági fórumokon, akár Vona Gábornak az országjárásán, a Csilláron is lógnak az emberek, annyi az érdeklődés, szimpatizás. Ha már a pénzt szóba hozta, ugye itt Bokros úrnak azt ígértem, hogy öntől is megkérdezem, mennyit költöttek, vagy mennyit költenek még a kampányra április 11-ig? Hát erre nagyon könnyű válaszolni, mert látjuk a teherbírásunknak a határát, tehát maximum 90 millió forintot tud a Jobbik erre a kampányra elkölteni, azért, mert ennél több rendelkezésünkre sehogy sem fog állni. Lehet, hogy nem figyeltem, de a kampányra rákérdeztem, hogy változik-e a kampány alapvetően. Ugye a Jobbikról ugye azt mondták, hogy nagyon jól kezeli az internetet. Viszonylag a látványos megjelenéseket a médiában mellőzi, vagy nincsenek látványos megjelenései. Óriás plakátok most jelentek meg, ha én jól láttam, nem olyan régen újak. Hát a Jobbik egy ugyanolyan aktív kampányt tervez a hátralévő időben, mint ahogy eddig tette. A médiában tényleg nem túlságosan látványos a Jobbik megjelenése, de ez nem rajtunk múlik, hanem a mai magyar média szerkezet, illetve a média urai. Rendkívüli ritka és örömteli alkalom ez a lehetőség, és reméljük, hogy nem sokára minket is minden egyes médium, akár kereskedelmiek, akár közszolgálatiak a támogatottságunk alapján fog behívni és mérni. Azért nekünk ezzel kapcsolatosan rossz tapasztalataink vannak az elmúlt 7 évből, de nagyon jól tapintott rá arra a részére a kampányunknak, hogy az óriás plakátjaink csak most jelentek meg az utcán. Nagyon sok óriás plakátra sajnos nem is kell számítani a Jobbikos szimpatizánsoknak. Körülbelül 330 országos vagy óriás plakát helyet tudtunk vásárolni, mindössze ennyire futotta a pénzünkből, inkább ezekkel a kisebb, olcsóbb csík plakátokkal fogjuk teleplakátolni az országot. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.